Az állattartó telepeinken 5 helyen tartunk szürkemarhát és várunk borjakat. Jelen pillanatban a Kun-Györgyi telephelyen vagyunk, ami az egyik legnagyobb telephelyünk. Itt a borjak mellett bikaneveléssel is foglalkozunk. Magát a bikanevelést a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tartók Egyesületével közösen együttműködve végezzük. Ezek a bikák majd tenyésztőtársainkhoz kerülnek ki, úgyhogy az itt végzett munka a teljes fajtára hatással lesz, és hát ennek a gyümölcsét nem csak mi élvezhetjük, hanem más szürke marhatartók is. Egy fantasztikus programba kezdtünk bele az idén. Több helyen megjelent médiákban már ez a kezdeményezés. Arról van szó, hogy 40-50 évvel ezelőtt élt bikák örökítő anyagát felhasználva termékenyítettünk meg, próbáltunk termékenyíteni 65 üszönket. Ez azért nagyon fontos, mert az állattenyésztésben a magyar szürke szarvasmarha esetében különféle vonalakon keresztül, apai vonalakon keresztül tenyésztünk. Ezeken a vonalakon belül a bikák genetikai távolsága hát erősen lecsökkent. Ezt a távolságot szeretnénk ismét azzal kicsikét növelni, hogy a régen élt bikáknak az örökítő anyagát behozva termékenyítjük az üszőinket. És hát nem csak a vonalon belüli távolság fog ilyentén növekedni, hanem az egyes vonalak közötti távolság is. Biztos vagyok benne, hogy azért nagyon szép jószágokat fogunk kapni. A fajtára nézve pedig hát előnyös változások fognak bekövetkezni. Ezen a telephelyen van a 4-es, 5-ös számú anyagúja, ami ellésben van, meg a szövetségnek van itten, meg a saját bikánk, vagy 280 darab. Így összvisz most már a borjakkal mindenestől ilyen 1000 darabban ezen a telepen, és 11-en vagyunk vele. Ez a napi munkát jelenti, ugye itt próbáljuk úgy csinálni itt az aljazást, a szalmázást, ugye, meg ugye a takarmányt, hogy ugye mindig egy picit próbáljuk váltogatni. Itt a legfőbb ez a szenás, zölden van a lucerna bebálázva, ettől egy kicsit jobb lesz a tehénnek a tejhozama, és ennek a borjak ugye kondi alapján észre lehet rajtuk venni. Kihajtás idején már nagyon sok tehén, hogy egy érdekességet is mondjak, nyári szőrben van. Akkor tudjuk, hogy jól takarmányoztunk télen, hogyha ez megtörténik, ugyanis a tehén a tején keresztül a borjúnak rengeteg tápanyagot ad, és a nyári szőr növesztéséhez pedig nagyon tudjuk jól, hogy nagyon nagy energiára és minőségi fehérjére van szükség, hogy ha a tehén át tudja váltani a téli szőrét úgy a nyári szőrre, hogy közben még a borját is szoptatja, akkor biztosak lehetünk abban, hogy jól takarmányozták őket.